2019 aranyév volt nem csak az egész ferencvárosi tornaklub, de női labdarúgó csapatunk életében is. A csapat két fájdalmas, elveszített bajnoki döntőt hozó szezon után a nagy rivális MTK legyőzésével visszatért a csúcsra, majd csupán egy hajszállal maradt le a történelmi főtáblára jutástól a Bajnokok Ligájában. Emellett a Magyar Kupát is elhódította, egyedülálló módon zsinórban 5-5-ször. Az év végén Dörnyei Balázs vezetőedzővel idéztük fel az elmúlt hónapok legfontosabb pillanatait, és arra is kíváncsiak voltunk, mire számít tavasszal az utóbbi évek legszorosabb bajnokságában, ahol jelenleg három csapat telel egyenlő pontszámmal a tabella élén. Nagyobb szerepet szántunk a fiatalabb játékosoknak, ebből volt kockázat, úgyhogy elég nehezen indult a felkészülésünk, 11-12 poszton változott a csapat gyakorlatilag, ha megnéztem, az 50%-a keretnek, hogy hosszabb idő volt őket összegyúrni, de az látszott az első perctől kezdve, hogy újult elővel, és nagyon elszántan készültek a lányok. Ez a két elvesztett bajnoki döntő azért nyomokat hagyjuk bennük, de ebből igaz, próbáltuk pozitív dolgokat meríteni, és ez sikerült is szépen lassan. A kupa az mindig egy ilyen nagyon jó felkészülés szerintem. Egy éles mérkőzés, tévénnyilvánosság előtt egy címért játszhatunk, hogy nagyon jó, hogy a bajnoki döntő előtt egy ilyen mérkőzésen fel lehet mérni a játékosoknak éppen az állapotát, meg hogy mennyire élesek mennyire sikeréhesek abban a pillanatban, de nem értékeljük túl a kupa győzelmet. Ez nagyszerű dolog, hogy ilyen kupa sorozatban voltunk, illetve vagyunk is még jelenleg, hogy ott vagyunk a legjobb 8-ban, de nem értékeljük túl, mondom, egy nagyon jó felkészülés lehetőség, és ha lehet azt mondani, akkor az a hab a tortán, a kupa győzelem, abban az időszakban, amikor még a torta nincsen meg. Nyilván az első mérkőzés az mindig egy döntő esetében az egy feszült mérkőzés, tehát ott nyerni kell bármilyen áron. Tehát az első mérkőzés az mindig kulcsmeccs. Illetve nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy hazai pályán egy ilyen izomszagú mérkőzésen bedaráljuk az MTK-t. Én ott már biztos voltam egyébként, hogy egy nagyon nyerő győzelem lesz majd a második meccsen, mert látszott a játékosokon, hogy felszabadultak egy nagyon komoly teher alól. És ez látszott is a játékonak. Még az MTK-t pont lefele tolta ez, hogy nekik igazából ott egy élethalál idézőjeles talán meccset kellett játszaniuk. A kapuscsere igazából azt gondolom, az megadta magát, hiszen Németh Júliának gyakorlatilag az utolsó bajnoki mérkőzése volt akkor. Nagyon hosszú pályafutást töltött el itt a Ferencvárosnál. Ilyen tisztességesen dolgozott a Júcsi alapemberünk, itt maradt köztünk edzőként, nem is azt gondolom, hogy nagyon tehetséges edzőként. Úgyhogy az egy gesztus értéke volt, bőven belefért ebben a mérkőzésben. Úgyhogy én nagyon örülök neki, ez így alakult, és egy kicsit ilyen történelmi lett ezzel a mérkőzés végi hangulatkeltéssel. Nagyon örültünk annak idején, hogy kipróbáltuk magunkat a Bajnokligájában, nem is sokan múlott Hollandiában is már, hogy sikerrel szerepeljünk, tehát a siker azt jelenti, hogy bejutunk a legjobb 32 közé, most még kevesebb hiányzott hozzá, úgyhogy a felkészülésünk az szerintem jól sikerült, szépen összeállt a csapat, talán egy kicsit későn érkeztek meg azok a játékosok az időrövidsége miatt, akik a mai napban például segítséget tudnának nyújtani, ma játszanánk azt a selejtezőt, erősebb lenne a csapat, mint akkor volt, lehet, hogy ennyi hiányzott hozzá, de ez a futballnak a sajátosság egyébként, úgyhogy ezzel nem okolhatunk senkit, csak saját magunkat. A szerencsére én nem nagyon hivatkozom, mert nem nagyon szeretem a futballban ezt a kifejezést, ezért meg kell dolgozni. Egyszerűen idén ennyire voltunk képesek, kellemetlen helyzet, hogy veretlenül kiesünk egy bajnoki ligájú selejtező sorozatból, de ennek is meg kell történni. Én hiszek benne, hogy ezek által, az ilyen idézőjeles negatív események által is csak erősödik a csapat, hogyha jól használjuk fel. Mindenféleképpen szükségünk van egy második számú góllövő játékosra, aki legalább olyan hatékony, mint Rágolf Anni a kap előtt, illetve az előkészítésben is jeleskedik, de igazából egy igazi center lenne szükségünk, annak mindenfajta fizikai adottságával, mert rengeteg olyan meccsünk van, ahol ilyen brutál defenzív ellenfelekkel játszunk, sőt csak olyan mérkőzésünk van Magyarországon, hogy betolják a buszt a kapu elé, és nem olyan egyszerre megoldani ezt. Nem játékunk nekünk az, hogy beálljunk a saját kapunk elé és kontrázunk, nem is nem tudnánk megcsinálni, mert akkor egy csapat állna a saját kapu előtt, egy másik a másik előtt itt a magyar bajnokságon, és kidobóznánk középen egy 60 méteres területen. Egyrészt, másrészt én azt gondolom, hogy nekünk van egy olyan felelősségünk is, hogy ezeket a fiatalokat egy magasabb szintű futballkultúrára is fel akar készíteni, ha már mi is szeretnénk följebb lépni egyszer az európai ranglétrán. Ennek a hívja vagyok, hogy komplex labdarúgókat próbáljunk a saját posztjukon nevelni, ahhoz pedig ez a játék való.
Nekünk ez az elképzelésünk a futballról, lehet mondani, hogy ez a filozófiánk, ezen változtatni nem fogunk, de az biztos, hogy miután az ellenfelénk egyre jobban védekeznek és egyre jobb játékosokat igazolnak, ezért nekünk is fejlődnünk kell azokban a játék elemekben, amikben adott esetben most még nem tudjuk az ellenfél védekezését áttörni, de ez fontos lesz, hogy tavasszal már ne így legyen. Olyan tavasszal számítok, ahol igazán megmutatkozhat a játékosainak a versenyző karaktere. Ugye eddig úgy szerepeltünk a bajnokságban, hogy viszonylag simán megnyertük az alapszakaszt, és utána a bajnoki döntőre alakult ki az a csapat, amelyik elvileg a legnagyobb esélyen megvívhatja majd a címmeccsekért sikerül a mérkőzéseket. Most viszont minden egyes tavaszi mérkőzés egy címmeccs lesz, tehát egy okosan gondolkodó játékos szerintem úgy gondolkodik, hogy neki minden meccsen meg kell mutatni a karakterét, meg kell találnunk a csapatban a nyerő karaktereket, mert eddig évközben cserélgethettük szabadon a játékosokat, volt elődjünk, több lehetőséget tudtunk fiataloknak adni, több lehetőséget tudtunk olyanoknak adni, akiket fel akartunk hozni. Ez egy új helyzet lesz a lányoknak, el is mondtam nekik az edzéseink utolsó napjaiban, illetve az évzáronkon is, viszont ha azt veszem, eljutunk a bajnoki döntőig, mert pedig nyilván ez egyértelmű szándékunk, akkor ez a tavasz jobb felkészülés lehet mindenki számára, edzőnek és játékosnak is, mint az előző éve. Egy sikeres évből talán ezekből mindig kevesebbet tanul az ember, azt kell, hogy mondjam. Én az előző évben tanultam sokat, vagy az előző években, amikor nem tudtam bajnokságot nyerni. A legfontosabb tanulság az, hogy egyedül nem tud megcsinálni mindent az ember. Tehát nyilván volt egy olyan kényszerhelyzet is, hogy nem voltunk elegen a csapat körül, nem volt elég edzőnk igazából, tehát ebben nagyon nagyot lépett előre a Ferencváros, hogy akár az utánpótlásban, akár a felnőtt csapat körül egy olyan stábot építhettem a klubnak a segítségével, amellyel sokkal nagyobb az erőknek a megosztása, és sokkal nagyobb tudásbázis összpontosul. Tehát a legfontosabb szerintem meg kell tanulni jól tímben dolgozni, jól irányítani egy tímet, területet adni a körülöttem dolgozó emberek tehetségének és tudásának, de egy irányban tartani őket. Nekem ez a legnagyobb tanulság az elmúlt pár évnek, hogyha lehet ezt így mondani.